Itt is van. Megérkezett a pesgő. Szeretnék köszöntőt mondani. Segítek, nagymama. Emelem poharam arra, hogy édes unokaöcsém visszatért. Hiszen annyi éven keresztül éreztük hiányát és aggódtunk életéért. Sok szeretettel üdvözlöm ismét a Sirénió családban a tékozló fiút. Remélem, öcsém, hogy nagyon jól érzed majd magad közöttünk. Köszönöm a szavaidat, és remélem, hogy kiérdemlem a kedvességet. Üdvözöllek itthon, Fábio. Köszönöm, nagymama. Helyes. Jöjjön most egy másik köszöntő. De aztán nem fog senkit felköszönteni soha többi az életedben, mert most azonnal lelőlek, mint egy kutyát. A Sirénió családot nagy csapás. Halál jár a falak között, ahol megszülettél. De nem sokára. Hamarabb, mint gondolnád. Az igazi Fábio Sirénionak cselekednie kell. Készen állok, kapni. Nem lesz egyszerű. Nem félek semmitől. Pedig félhetnél, mert soha ne becsüld alá az ellenséget. Miért kellene félnem? Áldó Sirénió-tól. Van még egy ellenséged, aki sokkal erősebb és ravaszabb, mint Aldo. Tényleg? És ki az? Az, aki elfoglalta a helyedet a családban. A másik Fábio Sirénió. Lángocska, kérem mondja el Laurának, hogy kinek a levelét hagyta a fiókomban. Lángocska, mondja meg az igazat. Facundo Arana, Cvetkó Sándor és Gianella Neira, Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatot. További magyar hangok. Háda János, Kocsis Marian, Andrész Kati, Melis Gábor, Boros Zoltán, Zakariás Éva, Balázsi Gyula, Crespo Rodrigo, Salinger Gábor, Ijés Mari, Roatis Andrea, Versényi László, Urbán Andrea, Dózsa Zoltán, Konc István, Koroknai Géza, Orosz Helga, Cető Roland, Csernák János, Rudas István, Varga Tamás, Stukovszki Tamás, Bogdányi Titanilla. Csinálsz, Elena? Nyugodj meg! Nem mer megmozdulni! Nyugodj meg, Elena! Mit akarsz ezzel? Ne mozdulj meg, mert nem viccelek! Elena, tedd le azt a fegyvert! Fogd be a szád, és most azonnal gyere ide! Gyere ide, mert te is ugyanazt a sorsot érdemled, amit ő! Gyere ide, nem hallod! Tedd le azt a pisztolyt, Elena! Josefina, most nem hallgatok rád! Akkor gondolj Mateóra, akinek szüksége van rád! Úgy cseveletek addig Mateóval, amíg Áldó életben van! Hát nem látod, hogy mit művel velem? Hogy tönkre tesz? Ugyan már, Elena, ne butáskodj! Kérem, tegye le nénikém még mielőtt valami örültséget csinál! Te egy csaló vagy! Te nem vagy Fábio Sirénió! Elég ebből, nyugodj meg és hagyd abba! Igen, igazad van! Ebből elég! Elegem van! Elegem van! Mi volt ez? Lövést hallottam? Nem tudom. Laura! Nyugodjanak meg, megnézem, hogy mi történt. Köszönjük, te pedig itt maradt Istenem, az ágyban. Mi folyik itt?
Tessék parancsolni. Most már a tiétek. Ajtó! Melina! Ajtó! Istenem, ajtó! Vidd innen a nénit, Fábio. Fábio, légy szíves. Vidd Elenát Aldo dolgozószobájába, és maradj ott vele. Már is nagy mama. Doktor úr, a Sirénió házból telefonálok. Jöjjön gyorsan, kérem, mert Elena bejutott a házba, és rálőtt Aldóra, többször is eltalálta. Küldjön egy mentőt, kérem, siessen! Mercedes, légy szíves, hívd fel az intézetet, hogy jöjjenek ki Elenáért. A rendőrséget kell kihívni, mert ez egy gyilkos! Az intézetet hívd, és nem akarok egy szót sem hallani! Az a gyilkos meg akarta ölni a fiát! Aldo saját maga teremtette a gyilkosát, és most én döntöm el, hogy mi fog történni! Add ide a telefont, add ide a telefont, add már ide, Mercedes! Én pedig azt mondom, hogy nem! Undorító, ahogy maga gyűlöli a fiát, hány ingerem van! Kit akar megvédeni? Kit akar maga megvédeni? Talán a gyilkos? Mi Sziréniók mindig is magunk között intéztük el a gondokat. Nagyon sajnálom, asszonyom. De én azt teszem, amit Aldo tenne ebben a helyzetben. Elena asszony többször rálőtt Aldo úrra. Hogyan? Micsoda? Mi vagy meg, Morena, nem azok? Le akarok menni. Várj, le akarok menni. Veled megyek, csak lassan, kérlek, nyugodtan. Jól vagy, óvatosan, lassan. Vigyázz, lassan. Tessék, doktor úr. Indítsa. Semmi, doktor úr. Még egyszer. Semmi. Még egyszer. Már nem tehetünk semmit, felügyelő úr. Sajnos meghalt. Te jó ég. Tessék. Micsoda? Jól van, már is indulok. Morena! Morena, az Isten szerelmére, miért? Morena! Kislányom, mi van veled? Mi történt az Isten? Elájult! Mi van veled, kislányom? Ki az, Gábor? Ki foglalta el a helyemet a családban? A legáldázabb ellenséged. Szembe akarok vele kerülni. A szemébe akarok nézni. Tudni akarom, hogy miért akarja átverni a helyemet. Ne. Tudni akarom, hogy ki segít neki. Tudni akarom, hogy ki a tettes társa. Nem lehet, még gyenge vagy. Nem vagyok gyenge. De az nem van. Vagyok gyenge. Az ellenséget pedig erős és segítesz, hatalmas. Vagy sem? Segítek. Megvédelek az elhamarkodott lépésektől, de ne aggódj, fiam, mert az idő mindig a te kezedre játszik. Mennyi ideig kell még itt ülnöm és várnom? Azt majd holnap nem akarok holnapig várni! Ártatlan vagyok! Azt akarom, hogy ezt mindenki megtudja! Azt akarom, hogy mindenki megismerje az igazságot! Szaladj, Jágó, fuss! Lehet, hogy még időben érkezel, hogy megmentsd a reményt! Mit látsz, mi történik? Valaki egy ágyban fekszik, és magával visz egy hatalmas titkot. Ki az, Cabure? Clemencio. Mi van vele, Cabure? Mi történt Clemencio Guzmannel? Ő már nincs ezen a világ. Mi az, hogy nincs ezen... Ő ismeri az igazságot, segíteni tud rajtam, vallomást kell tennie, mi az, hogy nincs ezen a világon? Szaladj, Jágó! Szaladj! Még segíthet neked valahogy. Igen. Hogyan csinált Aldo? Mit hogyan csinált, nénikém? Hogyan sikerült mindenkit becsapnia azzal, hogy te vagy Fábio Sirénió? És légy szíves, ne szólíts nénikédnek. Te tévedsz, ugyanis tényleg én vagyok Fábio Sirénió. A DNS teszt igazolta, hogy én a család rokona vagyok. Aldo, bárkit meg tud vásárolni, bárkit meg tud öletni, és bárkit képes az őrületbe kergetni, de most már vége a játékainak. Milyen nagy kár, hogy nem tudunk ünnepelni. Számomra nagyon fontos lett volna találkozni a családommal. Hogy valóban a család tagjaként üdvözöljenek, de úgy látszik, valaki teletömte a fejed azzal a butasággal, hogy én csalom. Adj egy pohárral. Gyógyszerre nem szabad alkoholt inni. Adj nekem is egyet, légy szíves. Nem szabadna, mert nagyon csúnyán elbántál a nagybátyámmal. Légy szíves. Na jó, de csak egyet. Tessék. Még egyet.
Még mindig úgy gondolod, hogy nem én vagyok Fabio Sirenio? Még egyet, légy szíves. Tudod, mi ketten nagyon jó barátok lehetnénk. Add ide. Add már. Nem. Azt akarom, hogy most másképp kérd tőlem. Mondd azt. Légy szíves, tölts nekem még egy italt, Fabio. Ígyunk arra, hogy most már a családhoz tartozom. Tölts nekem még egy italt, légy szíves. Tölts nekem még egy italt, Fabio, légy szíves. Tölts nekem még egy italt, Fabio, légy szíves. Ígyunk arra, hogy most már a családhoz tartozol. Ígyunk arra, hogy most már a családhoz tartozol. Jól van, ügyes vagy. Látod, milyen jól megértjük egymást? Mi újság, doktor? Nagyon aggasztó az állapota, éppen ezért nem hiszem, hogy túléli. A három lövés, három fontos szervet ért. A kórházban már mindent előkészítettünk a műtéthez, de az az igazság, hogy már csak a csoda segített rajta, nem pedig a műtét. Vihetik a mentőbe, fiúk, indulunk. Vele megyek. Én is. Kérem, maradjanak maguk, mind szemtanúk, mindent láttak. Jól van, felügyelő úr, csak kérem, rendezzük le gyorsan. Azt hiszem, itt már rám nincs szükség. Jól van. Személyesen én fogom felügyelni Sirenio úr műtétjét. Kérem, doktor úr, Morénának orvosa van szüksége. Már is. Micsoda? Elnézést, felügyelő úr, mindjárt jövök. Hol Elena asszonyt? Aldo dolgozó szobájában. Egyedül van odabent? Nem. Az unokám Fabio van vele, felügyelő úr. Tessék, ki az? Rá, felügyelő vagyok. Jöjjön be! Miért nincs felkapcsolva a villany? A hölgynek nagyon fáj a feje. Maga Fabio Sirenio? Igen, én vagyok Fabio Sirenio. Kérem, hagyjon magamra a hölgyel. Hogy érzi magát, asszonyom? Az igazat mondjam? Most, hogy megöltem a férjemet, olyan jól érzem magam, ahogy már régen nem. Miért? Istenem, miért? Maga meg kicsoda? Mit keres itt? Bocsánatot kérek. Ez az ember a barátom volt. Nagyon fontos volt a számomra. Sajnálom, de akkor sem maradhat itt. Nem sokára átszállítjuk a halottas igen, házba. Igen. Sajnálom, bocsánat. De mennie kell. Igen, megyek. Sajnálom. Megyek. Uram! Nézze, ezt a papírt a barátja ágya alatt találtam a kórteremben. Lehet, hogy fontos dologról van szó, mert ő maga kért tőlem papírt és tollat. Azt írja, hogy... Isten áldja nővér. Már több, mint fél órája bent van, nem Tomás. Értek el, én bemegyek. Várj, nem mehetsz be így, még a végén ráijesztesz Morénára. A feleségemről van szó, mégis mit csinálhatnék? Írjak neki egy levelet és csúsztassam be az ajtó alatt? Tomás úr! Fráha felügyelő arra kér mindenkit, hogy menjenek le a nappaliba. Felőlem mehetek, de én itt maradok az ajtó előtt, és nem megyek sehová. Ti meg menjetek, ha akartok. Elnézést. Halló, doktor úr!
Hadd menjek be a feleségemhez, engedjen már be! Még egy perc, mindjárt készen vagyunk. Hát ez nem igaz, ezt nem hiszem. Nyugodj meg, Tom, túlságosan ideges vagy. Jól van. Ne menj be, Tom! Mi történik ebben a családban, hogy mindenki ennyire ideges? Igaza van. De magának, meg nekem is van egy kis megbeszélnivalónk. Emlékszik, mit kérdezett magától Morena a szobában? Igen. Ki írta Morénának azt a bizonyos levelet? Válaszoljon már! Figyeljen ide! Engem nem érdekel, kivel levelezik Morena, csak azért kérdem, hogy az az ember küldte neki, akire én gondolok. Jágo írta neki. Hogy Jágo? Jágo küldte azt a levelet Morénának. Maga kérdezett, én pedig válaszoltam. Most pedig lemegyek, mert nem akarom, hogy azt higgyék, hogy eltitkolok valamit. Jágo, te hogyan? Kérem, Tom, várjon kint. Tudni akarom, hogy mi van a feleségemmel. Rosszul van. Tudni akarja, hogy van a felesége? Rosszul van. Maga pedig csak zavar engem a munkámban. Kérem, fáradjon ki a szobából. Mondja, doktor úr, a gyereknek baja esett? Igen. És Morénának is. De erről már beszéltünk a múltkor. Választaniuk kell. A gyermekük, vagy a felesége élete. Efelől nincs semmi kétségem. Nincs kétségem. Hm? Maga nem ért engem. Ne, maga nem ért engem. Maga nem ért engem. Én Morénát akarom. Érti? Mit fog tenni ezért? Kérdeztem valamit. Legelőször is várnunk kell. Aztán majd meglátjuk. Morena mellé szerzek egy nővért, aki 24 órán át egyfolytában mellette lesz. Nem szabad egyedül hagynunk őt. Belső vérzés indulhat nála, és az végzetes lehet. Értem. Ennyi elég lesz, vagy óhajt még valamit? Nem. Ennyi elég, doktor úr. A hölgyek már mindent elmondtak. Maga is egyetért az elhangzottakkal? Igen, én is. Ellen asszony bejött, és rálőtt Áldó úrra. Maga itt volt a nappaliban? Nem, én a konyhában voltam. És maga? Nem, én sem voltam itt. Nem láttam semmit. És maga, kisasszony? Én Morena szobájában voltam, amikor a lövéseket hány hallottam. Lövést hallottak? Hármat. Szárlinga, vezesse el Ellen asszonyt. Hová viszik Ellenát, felügyelő úr? Az nem tőlem függ, asszonyom, hanem a bírótól. Gondolom, hogy a bíró elrendeli a gyanúsított elmeállapotának kivizsgálását. Nem akarom, hogy a menyemek börtönbe zárják. Tudja, ő beteg. Mondtam már, hogy ez csak is a bíró döntésétől függ. Tegye rá a bilincset, Szárlinga. Istenem, feltétlenül szükség van erre. A gyanúsított meg akarta ölni a maga fiát, asszonyom. Nekem be kell tartanom az előírásokat, ez a kötelességem. Salaberry úr, maga is egyetért az itt elhangzottakkal? Igen, persze, teljes mértékben egyetértek. Morena asszony állapota nem valami jó. Szüksége van ápolókra, akik egész nap mellette vannak. Megpróbálok azonnal keresni valakit. Ha nincs rám már szükség, akkor én elmennék. Köszönöm, doktor úr. Menjen csak. Viszontlátásra. Vezess el! Szárlinga! Mondják csak, hol van Fabio Sirenio? Elkísérte a nagybátyját a kórházba. Engedélyt kellett volna kérnie tőlem, asszonyom. De hát ő is csak annyit tud, amennyit mi. Semmi újat nem tudott volna mondani magának. Itt én teszek fel kérdéseket. Szólnia kellett volna nekem. Minden esetre pár nap múlva visszajövök. Viszontlátásra. 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 Mi a Istenem? Mindig annyira félek a vihartól. Nem tudok aludni. Nincs mitől félnie, Rosália. A vihar megtisztítja a lelkünket. Meggyógyít minket. Mi a baj? Megengedi. Mit lát? Egy nagyszerű kis ember növekszik ideben.
Nagyon erős. Egészséges lesz. És gyönyörű. Köszönöm. Megiszik velem egy matét? Szívesen. Jaj. Remélem, Anibal hamarosan talál valami munkát. Tudja, mindent meg akarunk adni a gyermekünknek. Lehet, hogy mi ketten szegények vagyunk, de a gyermekünk nem lesz az. Neki mindene meg lesz. Semmiben nem fog hiányt szenvedni. Anibal pedig nagyon erős ember, és szeret dolgozni. Kabore! Én jövök? Te. Tessék. Lefelé a Parana folyó, stb. Mondjátok csak, miért nem tudtok ti nyerni? Kérem a pénzt, fiúk. Megint? Nem megy ez nekünk. Beszélhetnék magával egy perce? Nagyon fontos dologról lenne szó. Természetesen, jöjjön az irodába, ott beszélhetünk. Rendben. Hogy csinálja? Az nem igaz. Nem tudom. Mindjárt jövök, fiúk. Akkor várunk rád. Jó estét kívánok. Dr. Rodriguez szólt, hogy jöjjek ide. Kit jelenthetek be? Gloria Fernandez. Kérem, várjon itt. Köszönöm. Asszonyom, Gloria Fernandez. Igen, én vagyok a beteg édesanyja. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. A kislányom rosszul van, és a doktor úr azt javasolta, hogy fogadjon el egy ápolót. Kérem, jöjjön fel velem, jó? A doktor úr már elmondta nekem, mi a helyzet. Köszönöm szépen, jöjjön. Köszönöm. Jöjjön. Jágó. Itt van a te véred. A te tested. A te gyermeked. Ez megfelel egy vallomásnak? Mondja azt, hogy igen. Nem tudom, fogalmam sincs róla. Mondja azt, hogy igen. Azonnal el kell juttatni a bíróhoz. Nem. Szerintem inkább Frahának kell ezt elolvasnia. Biztosan ellenőriztetni akarja, hogy eredeti-e. Bízd csak rám, majd én elintézem. Biztos? Persze, megígérem, bízd csak rám. Köszönöm. De most gyorsan lépj le, mert nem akarom, hogy bajba keverj engem. Nem mehetek el, mert megígértem a kártyásoknak, hogy visszanyerhetik a pénzt. Ide hallgass, el kell mennem. Nyerek még, aztán megyek. De Jágó, figyelj! Ha, nézd csak! Nézd, Mahon, gyere ide, nem fáj, nem? Nem gyere. Fáj! Gyere, tedd ide a kézed, érzed? Jaj, érzed, látod? Köszönöm, drága Istenem, köszönöm. Jaj, olyan boldog vagyok. Köszönjük, már nincs magára szükség. Dehogy nincs szükség rá, te befogod a szádat, elhallgatsz. Magam, hogy érkezett, hogy megmondta, hogy szükség van rá, nagyon kérlek, drága kislányom, kíméld magad, az égre kérlek. Jól van, jó, rendben. Tudod, hogy milyen fontos vagy nekem. Jaj, anya. És persze a kis unokám is. Köszönöm. Fogadj szót nekem, jó? Jól van, köszönöm. Kérlek. Örülök, hogy megismerhettem. Most, hogy minden jóra fordult, kicsikém, sokat kell pihenned. Jól van. Jaj, kislányom, olyan boldog vagyok, olyan boldog. Én is. Kabure! Mi a baj, Rozália? Miért van úgy megijedve? Na? Megkapom azt a mátét. Kérem, olcsa el a cigarettát. Itt nem szabad dohányozni. Melina, légy szíves, uralkodj magadon, jó? Hogy legyek most nyugodt? Tudod, mi lesz velem, ha Aldo meghal? Semmi. Semmi? Semmi. Az öreg asszony kidob a házból, ez történik. Csak akkor, ha én megengedem neki. Azt hiszed, átveheted Aldo helyét? Nem hiszem, hogy átvehetem Aldo helyét, mert már a helyén vagyok. Nem, most hatalmasat tévedsz. Igen?
Aldo helyét az öregasszony veszi át. Tudod, az öregasszony teljesen oda van értem. És soha nem állna az utamba. Biztos vagy a dolgodban. Igen, az vagyok. Várjanak itt, kérem, egy pillanat. Mindjárt jövök vissza és beszélünk. Jó kis égszakadás, mi? Ennek már sosem lesz vége? Ha? Azt hiszem, megyek lefekszem aludni. Maga mehet aludni. Az ég is leszakadhat. Maga mehet nyugodtan aludni, mert nem ázik be a szobája, maga aludhat. Nézd, fiam, ha nem tetszik, tudod, mit kell tenned? Igenis, tudom, mit kell tennem. Maguk ne féltsenek. Ennyire magától az ágyat, nem így szól hozzá. Legyen az ágyat. Ágyamat, na, az egy szent hely. Szent, még hogy szent. Legyen egyszer férfi. Tegye fel az ágyat, és játszunk ide tovább. Ide figyelj, bekötött szemmel is úgy elvernek, hogy csak úgy parzik. Eszél itt nekem össze-vissza. Szép dolog. Nem vette be a gyógyszerét reggel? Figyeld a lapjaidat. Bármit felteszek. Lássuk csak, trukó. De azért ne feledkezzen meg az Envidóról. Az nem érdekel. Trukó! Na, nem érdekli. Engem igen. De várj, csak iszom egy kis matét. Retrukót akarok. Retrukót! Én meg négyest akarok, hallod? Jól van, lássuk, csak ki lesz az ár. Na, tessék, mutasd meg, na, hát akkor lássuk, lássuk. Na, gyerünk! Tessék, itt van! A következő menet dönti el. Na, lássuk csak. Akkor is enyém a négyes. Lehet, hogy a magája a négyes, de azért még látod. Figyelj, ha? Látod? Látja! Így győztem! Jaj, pihepuha ágyban fogok szundikálni, akár egy szörve bunda. Kicsi bogár. Igen? Édes kicsi bogár barátom. Hagyd már nekem egy csókocskát elalvás előtt, jó? Né. Nagyon aranyos, köszönöm. Ugye? Mit csinál? Na, csak semmit. Nyugi, semmit. Nem mozdulj, maradj ott, ahol vagy. Nem mozdulj. Jó, hát ez meg mit keresett az én zsebemben? Nem is értem, hogy került ide. Ez egy hamis kártyás. Láttam, ahogy elővette a zsebéből a kártyát. Valami félreértés. Hogy te csak az ember? Ezt kifelé, 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 lehet az ágy, csak ne tudjuk ki. Könyörgöm, ne, verjük az ember. Így is meg vagyunk fázva. Esőbe! Várj, csak ezt odaadom, nehogy megállsz. Szép kis esernyő neked, szép álmokat a semmire kellőre is lássak. Na végre, szégyen ez a fiú. Hogy van, Aldo? Hívja fel a családot, kérem. Azt üzenem Josefina asszonynak, hogy mindenki gyülekezzen össze a házban. Aldo úr nagyon súlyos állapotban van. Egyszerre akarom közölni a családdal a hírt. És kérem, mindenki legyen ott. Tessék, Sirénio ház, jó estét kívánok. Igen, Melina kisasszony. Igen, itt van, mindjárt átadom. Melina kisasszony az. Kérem, maradjon itt, Jászmin. Halló? Jól van, értem. Rendben van, szólok nekik. Jászmin, kérem. Most azonnal szóljon mindenkinek a házban, Mateo kivételével, hogy rögtön jöjjenek le a nappaliba. Nem hallottam, mit mondtam? De igen, asszonyom. Mindenki jöjjön ide, még pedig azonnal! Igenis. Jövök már, jövök! Ki az? Kicsoda? Ki az? Te aztán átáztál. Várj csak, adok egy törőközét. Anibal! Anibal elment vásárolni. Tessék, itt van. Köszönöm, Rosália. Nincs mit. Úgy esik, mint az őserdőben. Egyszerűen hihetetlen. Az. Jó van. Rosália! Mi az? Várj, tessék, tedd el. Ezt miért adott? Tedd el! Ezt most nektek adom. Jágó, ez nagyon sok pénz, nagyon igen, nagy felelősség. Igen, tudom, de akkor is nektek adom. Vigyázz rá, azt akarod, hogy morogjak úgy, ahogy Anibal? Jól van, elteszem. De kérdeztetek valamit? Mm-hmm. Honnan van ennyi pénz? Van egy barátom, aki segít rajtunk. Egy öreg ember.
Sokszor gonosz voltam vele, de ő mégis mindig segíteni akar. Tényleg? Azt hiszem, kedvel engem. Ülj le, hozok ennivalót. Jól van, kösz. Ülj csak le. Jágó? Ne élj vissza a szerencséddel a játékban. Miről beszélsz? Egy vasat sem költöttem el abból a pénzből. Mindet nekik adtam. Ne élj vissza vele. Jól van. Hallottad? Aldo Sirenio a halálos ágyán fekszik. Micsoda? Jól hallottad. A felesége háromszor rálőtt. Nem valószínű, hogy túléli. Te jártál a Sirenio házban? Ott jártál és láttad, hogy Morena... Nem, néztem a tévét, ott mondták. Ott hallottam. Rosszul van. Nagyon rosszul. Ez így nem ér. Miről beszélsz? Ez így nem igazságos. Ez így nem járja. Azok az ember meg fog halni. Aldo Sirenio addig nem halhat meg, amíg nem fizet meg mindazért, amit ellenem tett, és mások ellen. Ez így nem járja. Jöjjön közelebb, doktor úr. Kéred csésze teát? Nem, köszönöm, nem kérek. Nagyon rövid leszek. Ugyanis sürgősen vissza kell mennem a kórházba. Mondja, hogy van a fiam? Világosan fogok beszélni, mert nem akarok sem eltúlozni, sem szépíteni a fennálló állapotán. Én már felkészültem, beszéljen. Ahogy önök is tudják, egy golyó az agyának bal féltekéjébe fúródott. Olyan helyen van, ahonnan sebészeti úton nagyon nehéz eltávolítani. Ez volt a legsúlyosabb lövés, ami őt ért. Beszéljen a következményekről, doktor úr. Jelenleg úgy látom, hogy sokáig fog tartani a felgyógyulás. Beszéljen világosabban, doktor úr. Mi a legrosszabb, ami a fiammal történhet? Azon kívül, hogy meghal. Soha nem lesz képes önállóan semmire. Ja, Istenem. De sajnos Aldo úr még a legjobb esetben sem lesz képes egyedül mozogni, és önállóan élni élete végéig. Nagyon sajnálom, de jelenleg csak ezt tudom mondani önöknek, Aldo úr állapotával kapcsolatban. Most mit mondjak neked, én csak azt a kisfiút sajnálom nagyon. Szegény Mateo, micsoda sorsa van? Szegényke, olyan sok szörnyűség történik vele. Igen, az apja haldoklik, az anyja börtönben. Szegényke. Szerintem nem zárják el Enát börtönben, mert szegény nem teljesen normális, nem igaz? Én nem tudom, Luisa. Mit nem tud, kislány? Lehet, hogy bolond, de akkor is igaza van pár dologban. Tudod, hogy csalónak nevezte Fábio úrat? Azt mondta neki, hogy csaló. Pontosan erről beszélek neked, Luisa. Én nem nevezem őt uramnak, nekem ő egy senki. Luisa? Igen, asszonyom? Készítsen nekem egy kávét, de gyorsan, mert mindjárt indulok. Már is egy pillanat. A kisasszony Aldóhoz megy be a kórházba. Igen. Átadná neki, hogy mi is jobbulást kívánunk neki. Aldo most nincs olyan állapotban, hogy beszélni lehessen vele. Ah, mondja, csak olyan rosszul van. Sajnos most nem érek rá, meg kell keresnem valamit a dolgozószobában. Ah. És ne felejtsenek el ugyanúgy kitakarítani, ahogy máskor. Igen. Mit akarsz ezzel a hé-hé-hé-vel? Reménykedett, hogy örökre beássa magát a családba. Mi lenne, ha világosan beszélnél úgy, hogy én is megértsem? Most, hogy Aldo úr ilyen beteg, figyeld meg, hogy pár nap múlva ez a nő az utcán alszik majd. Erre mérget vehetsz. Te vagy az, Fábio? Igen, én vagyok, nagymama. Itt vagyok. Jól van. Itt vagyok. Nem azt mondtad nekem, hogy soha nem iszol alkoholt? Van esetleg még valami más is, amit mondtál nekem, de nem igaz, Fábio? Jól van, azért én sem vagyok ártatlan. Csak azért iszom, hogy legyen erőm bemenni Aldo bácsihoz. Jól van. Fábio, te is jössz? Megbeszéltük, hogy együtt megyünk. Ja, persze. Elnézést. Tegye le, nénikém, még mielőtt valami őrültséget csinál! Te egy csaló vagy! Te ne
nem vagy Fabio Sirénió! Attilio atya, hogy van? Olyan jól régóta nem járt nálunk, megállt majd minket is. Majd később, jól van, tessék, csak fáradjon bejebb. Josefina asszony itt is igen, van. Igen, éppen őt keresem. Asszonyom, Attilio atya van itt. Ó, Josefina. Micsoda örülök. Haj, de örülök. Attilio atya, hogy van atyám? Minek köszönhetem a látogatást? Mm. Igen, gondolom értesült már Aldo balesetéről. Igen, hallottam. És nagyon sajnálom, ne, Josefina. Nem szükséges mondania semmit, atya. De nem is emiatt jöttem el magához, Josefina. Hanem, hogy beszélgessünk kicsit Lucio Sirénióról és a következményekről, amit az okoz, ha továbbra is magunkban őrizzük azt a bizonyos titkot. Jól van, jövök már, ne akarj már ennyire meghalni. Meghalok. Menj egy kicsit arrébb. Beteg vagyok. Ez meg micsoda, mit menj hoztál nekem? Arrébb. Mi lenne a nem gyógyszere? Veszem be semmit. Mi az, hogy nem veszem nem be semmit? Veszem meg be, kell venned az nem orvosságot. Veszem be, én a természetes gyógymódok híve vagyok, nem akarok visszaesni. Dehogy nem veszed be, nyisd ki a szád, mintha mit ez akarsz lenne nekem beadni? Nem veszed be magába, eperízű legalább. Tea. Nem kell, hogy finom legyen. Az a lényeg, hogy használjon nekem meg. Fogytán van a türelmet. Csináld a repülőgépeset. Na, nyisd ki. Nyisd ki a szád. Jaj, a kanál. Az orvosrend. Nem fogom érteni. Milyen szép gondolat. Mi lenne, ha megfertőznélek? Gondolj csak bele. Együtt lennénk betegek egy ágyban. Nem lenne semmi gondunk. Milyen jó ötlet, nem? Nézd csak körül, milyen szép lakásod. Nézd, milyen helyen lakunk. Ez csodálatos. Egyszerűen boldog vagyok veled. Na, gyere, adj egy puszikát. Renzo? Az nem lehet. De hát hogyan? Magyar szöveg Németh Renáta. Hangmérnök Házi Sándor. Vágó Dezsi Csilla. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Digital készítette.